Fesztivál. 5000 vendég a Kerekdombon. Biztonság. Rendőrök az iskoláknál. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Koncertekkel, biciklis, gyalogos és evezős túrákkal, helytörténeti sétákkal, pincemustrákkal, borkóstolókkal, színházzal és irodalommal telt a szeptember 17-i hétvége táján a 7. Kerekdomb Fesztiválon. A fesztiválozóknak az eső sem szegte kedvét, 5000-nél is többen látogattak el Európa mértani középpontjára. A Kerekdomb Fesztivált 2016-ban azért indították útjára, hogy a tokai borvidék kissé elfeledett, de rendkívül értékes települését, táját és a környékét bemutassa és újra megismertesse a szélesebb közönséggel. Ehhez a szervezők a művészeteket hívták segítségül, és egy olyan fesztivált hoztak létre, amely mára sokak kedvence lett. A finom borok, színházi előadások, hangversenyek, irodalmi előadások ősszől őszre egyre több látogatót vonzanak a településre. Vélekedett a programról Serfőző Szabolcs, tája idén megválasztott polgármestere. A fesztivál hangsúlyt fektet arra, hogy a kulturális programok mellett a látogatók tematikus sétákon a települést és környékét is megismerjék. A programok a helyi pincészetek kertjeibe, tereszaira is beköltöztek. A vendégek közül sokan távolról érkeztek, és évről évre visszatérnek tájára. Most nem először vagyunk már táján, a baráti körrel most már harmadszor vagy negyedszer jövünk ide. Két dologért, vagy három dologért jövünk ide. Egyrészt azért, mert ugye ez egy történelmi terület, szeretjük a bort, szeretjük megkóstolni a bort, és hát egyébként alapvetően mi Budapest környékéről jövünk, Lányfaluról konkrétan, és hát ez egy baráti társaság, itt találkozunk, azért találkozunk itt, mert egy régi kollégánk, ismerősünk szervezett be ide, és mondta, hogy milyen jó környezet van, milyen jó programok vannak itt, és hát kipróbáltuk, és amikor kipróbáltuk, akkor rájöttünk arra, hogy azon kívül, hogy nagyon jó borok vannak itt, nagyon jó programok vannak, mindenki meg tudja találni a saját ízlését, jazz-t, ilyen zene, olyan zene, komoly zene, különböző ételek, italok, borok, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi évente itt találkozunk, és egy ilyen éves találkozót itt rendezünk, és akkor élvezzük, amiket itt lehet élvezni. Én nagyon szeretem a tokai borokat megpróbálni évről évre a különböző dűlő túrákon, újabb és újabb információkat kaptunk, például most ugye a naturboroknak a készítéséről kaptunk nagyon jó információkat. Úgyhogy nagyon érdekes volt számunkra, és hát mindig eldöntjük minden évben, hogy akkor már lefoglaljuk előre a következő évet. Én szerintem most is ugyanígy lesz, hogy lefoglaljuk előre a következő évet, és hát itt fogunk találkozni, és megint borozunk egyet, beszélgetünk, elmegyünk a különböző programokra. A többnapos esemény a kikapcsolódáson, a szabadidő eltöltésén túl alkalmas arra is, hogy baráti társaságok találkozzanak, a kiváló tokai borokat kóstolva beszélgessenek és hírét vigyék a Tokaj hegyaljai településnek. Ez az a fesztivál, ahol mi nagyon jól érezzük magunkat, ahogy más helyeken is, de itt a helyiek, a pincék, azok örömmel fogadnak bennünket, és hogy ez egy jelentős különbség, és így aztán mindig elmegyünk, és olyan helyen lakunk már a harmadik évben, ez azt hiszem a Furmint vendégház, ahova üzenem a többieknek is, hogy jövőre a Kerekdomb Fesztiválra ne is próbáljanak jegyet szerezni, mert hogy mi most fogjuk lefoglalni a 2023-as helyigényünket, mert zseniális környezetben vagyunk, nagyon jó helyzetben. A programok azok egyre inkább a közép és az idősebb generáció számára is jók lesznek. Az elején inkább a fiatalokat csábították ide, de igazán akkor is találtunk olyan helyeket, ahol mi nagyon jól éreztük magunkat. Kora délelőttől késő estig, éjfélig különböző programokon vehetünk részt, különböző pincékben lakhatunk. Megkóstolhatjuk egy-egy gram
kis korty bort, de a különböző dűlőket megismerhetjük, a borkészítést, egyáltalán a helyieknek az életét itt látjuk, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Különböző kitelepülések vannak, azon túl, hogy vannak helyi dolgok. Tegnap már részt vettünk egy ilyen lepcsánka kóstolóson, amiből legalább 4 félét tudtunk kóstolni. Ezen kívül különböző grillek vannak, különböző helyeken, és elfogadható áron, tehát hogy értelmezhető áron működnek ezek az éttermek, és különböző, néha furcsa, de mindenképpen emlékezetes ízeket adnak. Az idén a szervezők minden eddiginél több programot kínáltak. A könnyű zenei koncerteken túl, gyerekműsorokban, interaktív foglalkozásokban, helyi mesterségek bemutatóiban és kézműves programokban is bővelkedett az Összművészeti Fesztivál. Az eddigi évekhez képest sokkal nagyobb érdeklődést kapott fesztiválunk idén, és reméljünk, még több látogatót fogunk tudni meggyőzni Kerekdomb fesztiválunk irányába. Úgy néz ki, hogy már tegnap is több mint 1500-an érkeztek hozzánk, ma is egy több ezres számra számíthatunk, úgyhogy holnap is. Így azt mondom, hogy akár az 5000 főt is elérheti majd a 3 nap végére a fesztivál látogatottsága. Ez számunkra egy nagyon nagy örömet jelent, és egy nagyon nagy sikert. Ha a fesztiválokról beszélünk, és megemlítjük a Tájé Kerekdombot, akkor most már egyre gyakrabban emlegetik a Művészetek Völgyét. Ugye az első olyan összművészeti fesztiválként vonult be itt a hazai fesztiválok történetében. Mi az, amit átörökítettek a Művészetek Völgyéből Tájára? Tehát mi a hasonlóság, és mégis mi a különbözőség itt Táján? Nyilván van sok olyan művész, aki mind a két fesztiválunkra meghívást kapott, de össze se lehet hasonlítani, hiszen Kapolcsnak, Taján Dörög Vigán Petennek is megvan a saját természeti szépsége és történelmi kincse. Táján pedig ezzel a történelemmel, ahol Kossuthot, illetve Rákócit is egyszer-egyszer meg tudtuk találni, illetve itt fordították a Bibliát is, illetve itt kezdték el fordítani. Emellett a 17 boros pince, amit meg látogathatunk, és ami által a különböző borász családok életébe is betekintést nyerhetünk, összesen hasonlítható a másik fesztivál adottságaival. A fesztiválnak a kulturális programjai mellett, és természetesen mint kiemelt szereplő, a bor mellett egyre inkább jelentős szerepet kap a gasztronómia. Mi az, amit az idei esztendőben ezen a területen kínál a fesztivál? A Figi és Lipike helyszín ismét kitelepült hozzánk, és itt ismét találkozhatunk Cinege Tamás gasztrohekes séffel és Ripka Gergely szomeliével, illetve az Olimpia volt séfje, a Michelin csillag színvonalú séf is meglátogatott minket, úgyhogy igazán különleges ételeket is lehet természetesen a különböző kaláka lepények és egyéb street food megoldások mellett, illetve az oroszlános borhotel egész évben elérhető fantasztikus menüje mellett megkóstolni, egy finom bor mellé. Az Északkelet-Magyarországi régió kiemelkedő rendezvénye tökéletes lezárása volt a nyári kavalkádnak és indítása az ősznek. Reméljük, megint adtunk valamit ahhoz, hogy kicsit ezt a téli szürkeséget jobban ki lehessen bírni. Jövőre, szeptember 15-től 17-ig ismét sokszínű programkínálattal várunk mindenkit a 8. Kerekdomb Fesztiválra. Invitálta a következő Kerekdombra a fesztivál igazgatója, amire a szuper kedvezményes jegyek már elérhetők. Az Összefogással Tokaj Világörökségért projekt keretén belül 2007-ben készült el Szerencsen a 37-es főút mellett a világörökségi kapuzat és turisztikai fogadóépület. Az idén januárban azonban egy viharos erejű szél annyira megrongálta az egyik tornyot, hogy azt az idén augusztus végén le kellett bontani. Az építmény átadásával egy olyan turisztikai, információs és fogadóbázis alakult ki, amely alkalmas a főváros felől történő közúti közlekedés megállítására és a térségi kapu funkció betöltésére. Az építménynek hasonló szerepet szántak, mint a régi kapuknak volt, kijelöli az új térségbe való belépést, felhívja az utazó figyelmét, hogy itt egy új minőség kezdődik, őrzi az utat, s aki nem méltó rá, azt nem engedi be abba a magasztos és emelkedett világba,
amit a tokai szőlőkultúra és a borok királya jelent. Az egymással szemben megépített két ötszintes, 18 méter magas toronyszerű épület teljes felületét terméskő burkolat fedi, tetején 12 méter magas, sugaras kialakítású, ácsolt szerkezetű felépítmény áll, amely kilátóként is szolgált. A viharos erejű szél az idén január 30-án a déli órákban szerencsét is elérte. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérése szerint akkor vasárnap a 90 km per órás szél a 37-es számú főút mellett elhelyezkedő világörökségi kapuzat északi tornyának fából készült díszét megrongálta, sőt, ki is mozdította a helyéről. Azért, hogy a veszélyt elhárítsák, a forgalmat elterelték. A hatalmas széllökések miatt a helyi tűzoltók a magasból mentő járművel nem tudták a problémát megoldani, ezért a város polgármestere január 31-én hétfőn szakemberek bevonásával kezdte meg a szél által megrongált építmény átvizsgálását. A szerencsi tűzoltók az életveszély elhárítása érdekében magasból mentő jármű segítségével vitték fel a szakembereket a nagyjából 30 méteres magasságba, ahol megállapították azt, hogy a megmaradó elemeket rögzítő kötésekkel hozzáerősítik a szelemenhez. Később a képviselőtestület az idei év költségvetésében biztosított pénzügyi forrást a feltáró munka alapos elvégzésére. Az emberi élet a legfontosabb, tehát akkor is készültek felvételek is, talán még a Globo Televízió is készített, hogy a viharos szél az legalább 50-60 centi kilengést adott a toronynak, megvizsgálta a tervezője, megvizsgálta a műszaki ember a tornyot, és kiderült, hogy bizony igaz az állítás, hogy ez veszélyes lehet az alatta levő forgalomra, tehát intézkedni kell a lebontásáról. Szerencsváros képviselőtestülete eldöntötte, hogy mindenféleképpen biztosít a lebontásra anyagiakat. Megvizsgáltuk, a lebontás megtörtént. Nyilván ez sem úgy megy, hogy valakit idehívok, pályázat útján, árajánlat alapján, szerződéskötéssel jutottunk el oda, hogy elkezdődtek a munkálatok, ha jól emlékszem, augusztus második felébe, és egy-két hét alatt végzett is a kivitelező vele. A lebontott anyagot újólag megvizsgáltuk, most már a földről. Azt kell mondani, hogy a helyzet az rosszabb, mint ahogy terveztük, mert az előzetes megállapítás azt mondta, hogy a szelemeneket, tehát az összetartó gerendákat kell cserélni, meg kell erősíteni újabb összefogó gerendákkal. A helyzet azért rosszabb, mert az a négy nagy oszlop, ami tartja az egészet, gyakorlatilag az is az idő. Hát azt mondom, hogy vasfoga, mert valóban, ha úgy szemléljük, hogy ez ki van téve ott a magasba a viharos szélnek és mindenféle időjárásnak, sajnos az sem építhető vissza, a négy nagy tartó garenda, és bizony a oldalsó deszkázatban is van kifogásolni való, így viszont a városnak az egyik látványosságát így visszarakni nem lehet, hiszen fél megoldások nem lehetnek, csak teljes megoldások. Na most ismert a faanyagnak, ismert az építőanyagnak, ismert a kivitelezésnek a díja, ez több 10 millió forintra rúgna, ha ezt ebben a formában ugyanúgy vissza akarjuk állítani. Nem tudom, hogy mi lesz a döntés, egyelőre pénz és anyagi források után kell nézni. Közismert, hogy a jelenlegi energiakrízisben az önkormányzat azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudja biztosítani a fennmaradását a meglévő intézményeinek és a működését. Tehát ebben a pillanatban az anyagiak nem körvonalazódnak, saját erőből a város ezt nem tudja, hiszen mindent át kell csoportosítani arra, hogy az áram és a gáz és ezzel kapcsolatos intézkedések meglegyenek a működésünkben. Úgyhogy ha az lett volna a kérdés, hogy mikor lehet ezt helyreállítani, nem tudom. A szerződésben leírtak szerint a
kivitelező, még októberig tartja az ajánlatát a állványozásra és a kivitelezésre. Ezt én biztos mondhatom, hogy ebben a pillanatban én nem látom a realitását annak, amivel ezt tovább lehetne folytatni. Meg kell várnunk a következő pályázatot, amit beadhatunk. Én úgy látom, ez olyan nagyságrendű. Egyeztetni kell mindenkivel, és gyakorlatilag el kell dönteni a városkapu sorsát. Az ötlet jó, hiszen elhíresült egy alja kapuja nevéről, hogy jelképesen itt van egy kapu, és senki felé nem akarok visszaüzengetni, de azt el kell, hogy mondjam, hogy ebben az időjárási elemekkel a 15 évet a fa anyag, ez lehet, hogy másként kellett volna annak idején dönteni, mert ez a faanyag többet nem bír. Most a képviselő testület következő ülésén felhatalmazást fogok kérni, hogy a másik oldali részt is vizsgáljuk meg szakértőkkel, és tartok tőle, hogy ott is valami hasonlót kell lesz elkövetni, és majd utána kezdődhet a tervezés, a vélemények begyűjtése, és valami olyan megoldásnak a körvonalazása, ami mindenki számára elfogadható, mind a városnak, mind az itt élő embereknek, arról nem beszélve a keresztülmenő forgalomnak. Egyre nagyobb érezzük ezt, azért a városban is érezzük a turisztikai érdeklődés, ami rendjén van, tehát egy ilyen látványosság, egy ilyen megállópontra szüksége van, szerencsnek is, de az elsődleges most az volt, hogy az itt elmenő körülbelül 20-25 ezer ember biztonságosan tudjon közlekedni. Tehát azt ma még nem lehet megmondani, honnan lesz pénz a kapuzat helyreállítására, és mi lesz a másik torony sorsa, hiszen az időjárás egyiket sem kímélte. Bár a szerencsieknek megoszték a véleménye az építményről, azonban ettől függetlenül az mára a város egyik jelképévé vált. Bodrog Keresztúrból indult szeptember 6-án 14 órakor a harmadik Bodrogi PET Kupa közösségi rendezvény nulladik napja, ahol Rozgonyi István polgármester és Kont Zsófia miniszterhelyettes országgyűlési képviselő köszöntője után a résztvevők hozzáláttak a Bodrog árterének a megtisztításához. A PET Kupa önkéntesekből, céges csapatokból, civil szervezetekből és baráti társaságokból álló flottája 2013-ban kezdte meg a küzdelmet a Tiszán érkező hulladékáradat ellen. Különlegességét az adja, hogy összeköti a vízitúra élményeit a környezetvédelmével. A világon egyedülálló módon hulladékkal küzd a hulladék ellen, amihez évről évre egyre többen csatlakoznak. A Bodrogi PET Kupát a Felső-Tiszai rendezvény mintájára 2020-ban szervezték meg először, az idei a harmadik alkalom. Az idén azt várják a szervezők, hogy a folyó egyes területeit sikerüljön teljes egészében megtisztítva visszaadni a természetnek. A kigyűjtött és további 14 különböző módon szétválogatott hulladék 60%-a újrahasznosul. A rendezvényt megelőző napra, szeptember 6-a délutánra szárazföldi hulladékgyűjtést hirdettek a szervezők a Bodrog-Keresztúri ártér megtisztítására. A megjelenteket Rozgonyi István, a község polgármestere, és Kont Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője köszöntötték. Kettő darab úszó lebegőstég található most Bodrog-Keresztúr Község Önkormányzatának a tulajdonában, ez a hétvezér szobornál található. A napokban vissza fog kerülni most már a szobor is, mert ugye a szoborunk is ugye felújítás alatt történik ebbe a pillanatba is. Ez a két úszó lebegőstég egy mérföldkő, úgy gondolom, Bodrog-Keresztúr történetében, hisz eddig a település és a Bodrog folyónak úgymond nem volt meg a kapcsolata, de ez jó példa arra, hogy hogyan lehet összekötni a víziturizmust egy településnek az életével. Az éven már elindult valami, így mondom, és pont mai nap folyamán már a harmadik úszó lebegőstégről volt szerencsém megbeszéléseket folytatni. Úgyhogy a hétvezértől és itt egészen az Erzsébet közig az elkövetkező időszakban úgy gondolom, hogy egy lehetőség előtt áll Bodrog-Keresztúr. Vannak már kenujaink, vannak már kajakjaink, szapjaink, úszólebegőség, hogy alapvetően feltétlenül a hajókat a vízre tudjuk tenni. Ez jó példája lesz annak, hogy Bodrog-Keresztúr község elindult egy úton, és mi tényleg a Bodrog folyót azt előtérbe helyezzük. Van szőlünk, van borunk, csodálatos környezet, de ezt meg kell tölteni tartalommal. És itt látható, ugye jobbra, hogyha hátra nézünk, elkezdődött tegnapi nappal a fülön
fülöpagója tábornak az építése, ami egy 40 férőhelyes tábor lesz az ide látogató turistáknak, és természetesen szoros összefüggésben a Bodrog folyóval. Hihetetlen milyen munkát végeznek el úgymond a petkupások, ehhez csatlakozik Bodrogkeresztúrközség önkormányzata is, de nem csak Bodrogkeresztúr, hanem egész Sárospataktól Tokaj városáig, gyakorlatilag végig a Bodrog folyó mentén mindenki szívesen fogadja a petkupásokat, és az a munka is, főleg az a szemlélet. Tehát, hogyha minden évben így haladunk, akkor egy pár év múlva elérhetjük azt, hogy maga a Bodrog folyó, elmondhatjuk, hogy megtisztul, de ezt hozzá kell tenni, ez a petkalózok, a petkupások nélkül ez nem sikerült volna. De a legfontosabb dolog szerintem, hogy példát mutatunk, hiszen ha jobbra nézünk, akkor az óvodásokat látjuk, az iskolásainkat, alsó tagozat, felső tagozat, és a legfontosabb dolog, hogy jó példával járunk gyermekeink előtt, ez a legjobb nevelési eszköz, úgymond a példamutatás, és ezért döntöttünk úgy, hogy a nulladik napot itt Bodrogkeresztúrban megszervezzük a PET kalózokkal, PET kupásokkal közösen, és amit lehet, mi is hozzáteszünk környezetünk megtisztításához. Bodrogkeresztúr a nulladik napon vesz részt az éven a Bodrogi PET kupa sorozatban. Tavaly a második nap volt, amilyen az éven a nulladik nap, mi szívesen vállaltuk ennek a nulladik napnak a megszervezését és a lebonyolítását. Egyik stígünk az nagyon érdekes, hogy a Bodrogon talált PET palackokból, ugye felfújtuk ezeket a PET palackokat, és abból is megújult, és a teteje is, az pedig egy műanyag labból van, ami szintén megújult műanyagból összegyűjtött, tehát a Bodrogon talált szemétből rakódik össze, de a mostan, amit most adunk át ezen délután, az pedig a ginopos keretén belül, amin keresztül, Bodrogkeresztúrközség főutcája is megújul, annak egy része ez az úszó lebegőstég. Ezt követően a gyűjtésben résztvevőknek Gyalai Korpos Miklós, a PET kupa tudományos szakértője tartott rövid eligazítást. A beszédek után indult a lelkes csapat, hogy megtisztítsák az árteret. A nap végére több mint 100 zsáknyi szemetet szedtek össze az aktivisták és a diákok. Az esemény zárásaként egy új stéget avattak fel, ahol majd kiköthetnek a kenusok és a hajók. A Szerencsi Rendőrkapitányság az idei tanévkezdéshez kapcsolódóan szeptemberben a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a forgalmasabb általános iskolák környékén. A nyári szünidő után szeptemberben becsengettek az iskolákban, és megkezdődött a 2022-2023-as tanév, ami a reggeli és kora délutáni órákban érezhető a közúti és gyalogos forgalom növekedésében is. Ezekben az időszakokban már évek óta visszatérő program, hogy azoknak az általános iskoláknak a környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, baleset megelőző céllal megjelennek a rendőrök, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésére. Megszokottá vált, hogy a tanévkezdéshez kapcsolódóan a közlekedést illetően, főként közlekedést illetően, de bűnmegőrzési célzattal is a rendőreink feltűnnek az iskolák környékén. Idén is elvégeztük, csak úgy, mint a korábbi években, idén is elvégeztük azt a baleseti és helyzetelemzést, aminek alapján meghatároztuk azokat az iskolákat, ahol szeptemberben ilyen-olyan okok miatt gyakrabban feltűnünk. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy iskola kezdéskor reggelente, illetve az iskola tanításának befejezéséhez közeledve feltűnnek a rendőreink és álló ellenőrzést végeznek az iskolák környékén. Az idei éven szerencsén a Bolyai iskola, illetve a Bocskai gimnázium előtti gyalogátkelőhely került kijelölésre, a Bekecsi Általános Iskola előtt állnak a kollégáink, a Tokaji Általános Iskola, illetve a Tiszalóci Általános Iskola előtt találkozhatunk rendszeresen a kollégáinkkal. Azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ezeken az iskolákon kívül, amikor arra kapacitásunk van, akkor gyakorlatilag a kollégáink, illetve az iskola rendőr programban résztvevő kollégáink más iskolák előtt is feltűnhetnek, de ahol szeptemberben szinte minden alkalommal találkozhatunk rendőrökkel, azok a felsorolt iskolák. Gyakorlatilag szeptember hónap az, amikor ezt az ellenőrzés fajtát időzítjük. Ennek a legfőbb oka az, hogy mind a közlekedők, mind a diákok szokjanak hozzá ahhoz, hogy egy szabályozott, a nyárhoz képest, nyári szünethez képest egy szabályozottabb dolog következik, megkezdődik a tanév, nagy számban feltűnnek azokon a gyalogátkerő helyeken, vagy azokon a helyeken a diákok, ahol ugye egész nyáron nem nagyon
találkozhattunk velük. Gyakorlatilag ez az egyik célja, a másik pedig egy általános bűnmegelőzési célja is van, hogy akiknek nem kell feltűnni semmilyen szempontból az iskolák környékén, azokat talán távol tartsuk vagy elrettentsük. Az idei éven kiemelkedően fontos volt az, hogy a Bocskai Gimnázium, illetve a Szerencsi Szakképző Iskola közötti gyalogátkerő helyet ellenőrizzük. Főként azért, mert az új felújítási munkálatok miatt gyakorlatilag a kópófelület felentmarva, és ott a gyalogátkerő hely csak jelölve lett, és nem volt meg valójában a felfestés. Itt szeptember második feléhez közeledve most már oda érkeztek el a felújítási munkálatok, hogy megjelölésre és felfestésre került a kijelölt gyalogátkerő hely, ezzel is fokozva az ott közlekedők biztonságát. Az a tapasztalatunk, hogy amikor ott áll a rendőr, sokkal könnyebben és hamarabb átengedik az autósok a gyalogosokat, sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy valamiért ott áll a rendőr, akkor valószínűleg a gyalogos forgalom segítése érdekében, de még egyszer mondom, hogyha szükség van rá, akkor beavatkoznak a forgalom menetébe, akár megállítják a forgalmat, illetőleg kifejezetten az Ondi úti gyalogátkelő helynél, ott kapcsoltunk hozzá egy sebességmérési pontot is, ennek pedig egyetlen egy oka volt, ott ugye gyorshajtásra csábít az a hosszú egyenes lejtő, ami Ondi irányából érkezik a belváros irányába, és úgy, hogy felújítási munkálatokat is végeznek, úgy gondoltuk, hogy célszerű már jóval előtte meglassítani az odaérkező forgalmat, annak érdekében, hogy esetlegesen a kilépő gyalogost nehogy baleset érje, és megelőzhessük az ide vonatkozó eseményeket. Korábban több gyalogátkelő helyen történt gyalogos elütésünk is volt. Azt mondhatom, hogy most úgy néz ki, hogy egy kicsit talán alább hagyott ez a fajta baleseti számemelkedés. Gyakorlatilag itt a tanévkezdéshez kapcsolódóan eddig nem volt ilyen baleset, de azt is hozzá kell tennem, hogy időnként akár drónos ellenőrzéssel is ellenőrizzük a gyalogátkelő helyet, és azért annak híre megy, amikor egy-egy gyorsított szabálysértési eljárás során olyanoktól bevonják a vezetői engedélyt, aki nem adott elsőséget a gyalogátkelő helyen. Azért azt is fontos elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy a közlekedés az egy nagy társasjátékhoz hasonló, tehát a gyalogosoknak is viszonylag egyértelműen kell azt jelezni, hogy ők ott át szeretnének kelni. Van néhány olyan gyalogátkelő hely, Szerencs belvárosában is, ahol ember legyen a talpán, hogy megmondja, hogy ott valaki át szeretne kelni, vagy csak azért állunk, mert onnan jobban látja, hogy mikor jön a busz. Jelesül például a posta előtti átkelő, ez pontosan ilyen. De az a tapasztalatunk, hogy főként az ellenőrzések hatására egyre inkább próbálnak odafigyelni az autósok arra, hogy elsőséget adjanak a gyalogosoknak a kijelölt gyalog átkelő helyeken. Szerencsen és Bekecsen az idén kihívás jelentett, hogy a 37-es főúton történő négysávosítás munkái miatt a forgalmat felváltva a két település irányába terelték, így tovább növekedett a gépjárműveknek a száma. Az iskolák környékén autóval veszélyes megállni, különösen a ki- és beszállás körül tekintést igényel, hiszen egy óvatlan pillanat és bekövetkezik a baleset. A fokozatosan emelkedő üzemanyagárak miatt is érdemes elgondolkodni azon, hogy a közút helyett gyalogosan közelítsék meg az iskolát a diákok. A kisebbek szülői felügyelettel, a nagyobbak, miután elsajátították és már alkalmazzák a közlekedési szabályokat, pedig önállóan és a járdán haladva gyalog. Ez utóbbi egészséges és biztonságos, valamint takarékos is. És a sapka is lekerül egyszer a lakosság által vásárolt üzemanyag áráról. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnáziumban és Technikumban is szeptemberben kezdetét vette az új tanév. A felsőbb osztályosokhoz csatlakoztak a 7-es és 9-es kis bocskaisták, akik a középfokú tanulmányaikat 7 osztályban kezdték meg. Számukra is minden feltétel adott az intézményben, hogy szorgalmukkal felvételzve magukat, tapasztalattal, tudással sikeresen felkészüljenek a továbbtanulásra, vagy éppen a dolgos hétköznapokra. Augusztus végén gólyatáborba érkeztek a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum új tanulói. A diákönkormányzat érdekes programokat kínált az ifjú bocskaistáknak.
A kisebb csoportok az állomásokon különböző feladatokat oldottak meg, történelmi totót töltöttek ki, környezet és természetvédelemről beszélgettek, betekintést nyertek a Honvéd Kadét programba. Pár nappal később azonban már az iskolapadba ült a 137 ifjú bocskaista, és megkezdték középiskolai tanulmányaikat a 6 és 4 év folyamos osztályokban a nyelvi, reál, humán, informatika, rendészeti és általános tagozatokon. A tavaly évben kezdődött és az idén folytatódik az 5 éves technikumi képzés is. Az ismeretszerzés mellett a tanórán kívül is gazdag programokat kínál közel 500 tanulójának az intézmény. Elkezdődött a munka, tehát gyakorlatilag most már eltelt 3 hét, úgy gondolom, hogy belerázódtunk teljesen a hétköznapokba, az órarendet is még finomra hangolás az éppen zajlik, jelentkezések zajlanak a premier, ami művészeti iskolának a képzéseire, az egyéb lehetőségekre, a Honvéd Kadét programra, a petkalózok indulnak és folytatják azt a rendkívüli munkát, amit eddig végeztek, a bocska és bakancsosok tervezik az egész évre vonatkozóan a túrák lehetőségeit, tehát mindazokat a hagyományokat folytatjuk tovább, amelyek eddig is voltak. Érkeznek a versenyfelhívások, jelentkeztetjük a csapatainkat, aztán izgatottan várjuk majd az ő eredményes szerepléseiket. A szülőket az elmúlt héten minden nap vártuk évfolyamonként szülői értekezletre. Ugye itt legtöbb információval nyilván a bejövő évfolyamon a szülők számára tudtunk tájékoztatást adni, hiszen nekik minden új itt az intézmény életével kapcsolatosan. 137 tanuló kezdte el új bocskaisként a tanévet itt az intézményben. Aztán a többi napokon pedig tájékoztattuk a többi évfolyam szülői közösségét is a lehetőségekről. Ugye itt nyelvvizsga lehetőségük is van a gyerekeknek. Nagyon sokan tesznek osztályozó vizsgát, ami az előrehozott érettségének a feltétele, úgyhogy öröm látni, hogy vannak gyerekek, akik szárnyalnak, és tudunk rajtuk segíteni, hogy még messzebb repülhessenek. Október 3-án az iskola védőszentje hivatalosan is Assisi Szent Ferenc lesz. Ugye már az elmúlt tanévben az iskola közössége őt választotta. Úgy gondolom, hogy az intézményben országos szinten is egyedülálló az a törekvés, amely a teremtésvédelem szemléletét adja át a gyerekek számára. És nem véletlen úgy gondolom, hogy Assisi Szent Ferenc lett a kiválasztott a szentek közül, hogy az iskola védőszentje legyen. Október 4-e az ő emléknapja. Úgy döntöttünk, hogy ezt megelőző napon, október 3-án ünnepélyes keretek között hivatalosan is kimondjuk, hogy a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek az élete, a szolgálata, remélem, hogy példaként fog szolgálni a gyerekek előtt. Én a szülők előtt hangsúlyoztam azt, hogy mit is jelent az, hogy katolikus iskolába járnak a gyerekek. Véleményem szerint ugyanúgy feladatunk megtanítani a szinusztételt, mint bármelyik más iskolában, de emellett olyan töbletet tudunk adni a gyerekeknek, és formálni a személyiségüket, ami úgy gondolom, hogy a szülőknek a hétköznapi feladatuk, kötelességük mellett nagy segítség lehet. Hiszen most még van néhány évünk, amíg a gyerekek a felnőtté válás küszöbéhez lépdelnek, és talán tudunk segíteni abban, hogy miután innen eltávoznak felnőttként, olyan értékrendet vigyenek a szívükben magukkal, hogy mi pedagógusok és a szülők is nyugodtan lehessenek afelől, hogyha nem leszünk mellettük, akkor is tudják, hogy mi a helyes. A szakos ellátottságunk a 100%-os, ez azt jelenti, hogy minden tantárgyat végzettséggel rendelkező pedagógus tanít. Én úgy gondolom, hogy 68 fő a tanári gárda, ebben természetesen benne vannak azok a kollégák is, akik félállásúak, azok, akik óraadóként segítenek nekünk, azok is, akik a
hitoktatást végzik itt az intézmény falain belül. Minden egyes szakos pedagógussal rendelkezünk. Újabb kollégák is érkeztek a nyári időszakban. Érkezett angol földrajz szakos, érkezett matematika-fizika szakos, érkezett magyar hittanszakos kollega. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, ez probléma ma, de hála Istennek nem a mi intézményünkben. Az iskola több pályázaton is sikerrel szerepelt, amelyek közül vannak, amelyek a szellemi életet gyarapítják, például a hittantábor, és vannak, amelyek a tárgyi feltételeket javítják. Ez utóbbiak közé tartozik a környezeti és energiahatékonysági operatív programon elnyert 298 millió forint támogatás, ami az épület teljes energetikai korszerűsítését tartalmazza. A munkák között szerepel többek között a szigetelés alapos tetővel együtt, amelyre napelemeket helyeznek, kicserélik a radiátorokat, korszerűsítik a fűtési rendszert. A felújítást 2023. október 31-ig kell elvégezni. Lovas fogatok vonultak népviseletbe, öltözött fiúk és lányok jókedvűen ropták a táncot szeptember 17-én Gesztelyen megtartott szüreti felvonuláson, ahol a legkisebbek, az óvodások is bemutatták az alkalomra betanított műsorukat az utcai közönségnek. A közösségi ház előtt gyülekeztek az idén a programban résztvevők, közöttük kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek, hogy elindulva a község utcáján bemutassák az alkalomra készített színes műsorokat, amivel az ősz beköszöntét és a szüretet idézik. Az indító táncot követően a szereplők lovaskocsikra ültek, majd a menet a község különböző pontján megállt, ahol táncos, zenés produkcióknak tapsolt a lelkes, gesztei közönség. Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult lehet az ég. Több helyen előfordulhat eső, záporeső. A déli-délnyugati szelet sokfelé érénk, néhol időnként erős lökések kísérhetik. A hajnali 7-13 fokról általában 15 és 23 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, délen valószínűek a magasabb értékek. Másnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen számítani lehet esőre, záporra. Sokfelé megerősödhet a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 10-16, délután 16-23 fok között valószínű. Szerdán közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több helyen valószínű csapadék. A déli, délkeleti szél élénk, időnként erős lesz. A minimum hőmérséklet 11 és 17, a maximum hőmérséklet 14 és 23 Celsius fok között alakul. Az előttünk álló napokban fronthatásra nem kell számítani.
Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb október 2-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!